Tisztelt Országgyűlés! Láttam már ilyen futurisztikus filmeket, mikor ülnek az emberek, és középen egy monitor, és ilyen agymosás zajlik. És nagyjából úgy érzem magam, mintha ilyesminek lennénk a tanúi, mert nem akarom elhinni, hogy 133 fideszes képviselőből senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy ez valóban jó beruházás-e. Balla képviselő elmondja azt, hogy 10 000 új munkahelyet hogyan hozunk létre. Én itt számogattam itt, és azt láttam, hogy ez 300 millióba kerül egy jó munkahely ebből a hitelből. 300 millióba, miközben az országos foglalkoztatási alap, vagy az EMBA előírja 2,5 milliónként egy új munkahely létrehozását. Ennyi pénzből 1,2 millió új munkahelynek kellene lennie, hogyha az országos stratégiát követjük. A adósságról. Ugye adósság plafonnak ugye az alaptörvény 36. cikke egyértelműen határt szab, hogy mit lehet tenni. Szerintünk ezért is alaptörvény ellenes ez a. És ugye mindemellett hagyján, hogy milyen technológiát veszünk és mit csinálunk. Most jelen pillanatban az atomreaktorokból is, amivel ugye nem tudok egyetérteni, mert nem hiszek a nukleáris biztonság fogalmának létében, mert nincs ilyen, ugye ami elromolhat, az el is omlik. Abból is egy rosszat veszünk. Önök egy zsigulit vesznek. Egy zsigulit vesznek most ebben a korban, és egy olyan zsigulit, amit majd 10 év múlva kezdenek el törleszteni. Tehát ez egy rettenetesen rossz üzlet. És mikor a munkahelyteremtésről beszél Balla képviselő, azon kell elgondolkozni, hogy mindezek a források, amivel energiahatékonyságot, vagy éppen kis energiaellátó központokat építhetnénk, azok nem centralizáltan teremtenének munkahelyeket, hanem szerte az országban az egyéni választókerületeikben teremtenék meg a lehetőséget arra, hogy sok-sok tüzépen és építővállalkozáson keresztül teremtődjenek munkahelyek. És nem 10 000 új munkahely, 1,2 millió, hogyha 2,5 milliónként számolunk egy munkahelyet. Tehát mindez gazdaságilag rossz, rossz a energiabiztonságunkra és rossz a vidéknek, és nem célszerűen használja fel azokat az erőforrásokat, amik jelen pillanatban rendelkezésre állnak. Én is csak azt tudom kérni önöktől, hogy gondolkozzanak el, hogy valóban ezt akarják, valóban azt gondolják, hogy ez a jó irány a Magyarországnak, mert meggyőződésem, hogy nem akarhatja ezt egyénileg megválasztott képviselő, hogy így elósítsa magát az ország. Köszönöm szépen!